Bendegúszként ismerték meg a színház kedvelők, szinkron a kerge kacsákban is hangoskodott, de végül a jégen egész pontosan a hoki kapuban kötött ki Szuper Levente, bajnoki cím, amerikai kaland, szapporói csoda és átcsoportos VB szereplés. Egy könyv nem biztos, hogy elég a sztorik felsorolására, a nemzeti sportos Szűcs Miklós segítségével mégis megpróbálta, aminek egy önéletrajzi mű lett az eredménye, főszereplő és író most a vendégünk. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jö reggelt, Jö. kívánok! Levi, ott, ugye, ami például kiderül mert a, a gyökerekről is beszélsz itt a fontos emberek felsorolásával kezded a könyvet, hogy nagyapád emigránsként egy torontói sport, magyar sportlapnak volt a főszerkesztője és a tulajdonosa, hát ott a, a, ezt a nevet aztán igazán érthették, de milyen gyökerűek a, 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 a szuperek? Hú, Ez hát a minden, különleges név honnan Mindenféle, szárul? de elsősorban ugye német, mm -hmm. száz, száz országból ö, származik a, a, a család, aztán uh, a 18. században átjöttek Magyarországra, aztán visszamentek Németországba, szóval elég elég kalandos volt az ősök élete is. Uh, nyilván egy kicsit, kicsit örököltem ebből a mondom, ezt, ezt egy jégpályán ég, korsajával, a lábaddal <laughs> Igen. Uh, uh, Igen. valósítottad meg. Uh, egy, egyébként egy ilyen névvel az ember gyerekkorában uh, sokat húzták, vagy éppenséggel uh, egy jó jelző volt, a, 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 amikor ügyes volt valamiben? Meg kellett felelni. Szóval Aha. igazából ez most teljesen viccen kívül, de, de ugye a család a családomnak a, a neveltetés is, amit kaptunk, ugye a bátyámmal és, a, és az egész családi kultúra és, és tradíciók, igazából mindig az a alázatos kemény munkára voltunk nevelve. Valamint ugye ezzel a névvel a, a, a hátunkon azért, azért volt volt egy, egy, egy bizonyos nyomás rajtunk, mert bármilyen területen is mondjuk nem úgy nem úgy teljesítettünk, ahogy kellett volna, egyből jött az, hogy na ez nem is annyira szuper. Na szóval ez az igazi Norman, ha meg, Storm, ha meg jó, Így van, mm -hmm. ha meg normálisan ö, teljesítettünk, akkor akkor nem lett ez úgy annyira mondjuk kiemelve, hanem valaki mondta azt mondjuk, hogy na ez szuper, és akkor nevetett egyet, és feltett a kérdés, elvárás hogy, volt, hogy, hogy mm -hmm. akkor ezt még nem is hallottad biztos az életben, de nyilvánvalóan persze elvárás volt, aminek, aminek kőkeményen meg kellett felelni. Na de ugráljunk egy kicsit. Azt mondjátok meg, Miklós, hogyan és miért született ez a könyv? Ö, azt hiszem januárban kezdtünk el a levivel erről beszélgetni. Ö, ugye a pályafutása most már sajnos, én azt mondom, hogy túl korán befejeződött, ugye erről is beszélgettünk, hogy szerintem neki még a kapuba lenne a helye, de hogy befejeződött a pályafutása és egy rendkívül érdekes, kalandos életút van mögötte, ugye 16 évesen, majdnem 17 évesen elment Németországba profinak, és azóta gyakorlatilag a világot bejárta, rengeteg helyen volt, rengeteg lehetőséggel élt, Kedve, kedvelték a szurtulót nem csak ide, haza, hanem külföldön is. Azt gondolom, hogy ez egy olyan, olyan életút, olyan pálya volt, ami mindenképpen megérte azt, hogy ez egy, erről szülessen. Mennyire akartatok egy intim életrajzot, tehát az, ami a te magánéletedbe is nagy mértékben betekint. Ha az ember olvasta, én, nekem, én szerencsére azért bele -bele néztem jó néhány helyen, és azért itt a, a például a, a feleségeddel a megismerkedés, vagy éppen a, a, a lánykérés, szóval azért szerepelnek magánéleti elemek is bőségesen benne. Nyilvánvalóan, hiszen mindig az életem része volt, és és azokat az elemeket szerettem volna elsősorban megfogni és, és, és átadni tényleg a, 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 jövő nemzedékének, vagy akár, akár, azoknak, akik olvassák, ugye mindenkinek, hogy, 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 mik játszódnak le egy, egy, egy sportoló életében, és mik azok a, a, az elemek, amik segítik őt a, őt a profi pályafutásban. Szóval ez egy tanmese is akart lenni. Ö, gyakorlatilag, gyakorlatilag, igen, szóval nem, 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 szerettük volna azt a Miklóssal, hogy... hogy hogy akkor számok, adatok, és akkor ezen a meccsen ez történt, uh -huh. ez lőtte a gólt, stb., hanem érzelmi oldalról is, is meg, megfogni a dolgot, hogy, hogy, hogy tényleg mondjuk egy, egy, egy gyereknek is, aki olvassa, az, az lássa azt, hogy, 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 hogy amikor az ember nagyon a csúcson van, akkor az hogy lehet kezelni, akkor amikor nagyon mélyen van, azt, hogy lehet kezelni, hogy lehet ebből kijönni, milyen kalandokon kell keresztül menni, Uh, úgyhogy, úgyhogy persze, ezek uh -huh. mind, ahogy mondod, a, a feleségemmel való megismerkedés, a lánykérés, vagy, vagy bármelyik másik sztori, ami nem feltétlenül a profi játékhoz kapcsolódik, valamilyen szinten mégis is csak hát ahhoz lesz. kapcsolódik. Úgyhogy, úgyhogy abszolút, abszolút, teljesen nyíltan, hát ugye több tíz órát végig beszéltünk mikivel, mindent kivesésztünk, úgyhogy, úgyhogy tényleg ezek a, ezek a lelki dolgok is nagyon fontosak. Miklós, levi könnyen megnyíló ember? Ö, igen. Ö, ö, léről ismerjük egymást ugye 16 évesen, amikor a Fradival bajnok lett, már akkor azt az első interjúk egyikét én csináltam vele. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, jól ismerem. Ö, leültünk, és úgy, úgy, úgy vártunk neki ebbe a, ennek a munkának, hogy tényleg őszintén és nyíltan, és a Levi partner volt, tehát abszolút megnyílt, abszolút olyan, olyan titkotat, és akár a családjáról, akár a pályafutásáról van szó, elárult, ami, ami azt gondolom, hogy szükség volt ahhoz, hogy ez a könyv olyan legyen, amilyen. És te magadat egyébként valamennyire hiú alkatnak tartod? Most itt gondolok arra, hogy azért azért te, ez, ez, is kiderül a könyvből, azért lebírsz le, le így az emberi listádról húzni olyan embereket, akik azt mondod, hogy mondjuk veled, veled méltány tanul bántak, vagy nem voltak egyenesek. Csak például egy ilyen történet, ugye te Szátor kapitányjal az eseted, amikor egyszerűen hát nem volt képes megmondani, hazajöttél Amerikából, hogy te fogsz védeni, Hetényi Zoli fog védeni, Igen. és itt igazából kifazott az érdekes, hogy a, jó jól vettem ki, akkor neked az a legfontosabb, hogy nem nézett a szemedbe. Igen, <coughs> ez így van. Van. szóval amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, e, ilyen így lettem nevelve és e, nyilván, természetesen sok, sok helyen nem szerették azt, hogyha, hogyha a szó kimondó és teljesen őszinte voltam, sok helyen megsüvegelték, magamat nem tudom megerőszakolni, ilyen vagyok, úgyhogy e, tetszik, nem tetszik, én, én, elmondtam azt ebbe a könyvbe, ahogy a dolgok történtek, és ahogy én éltem meg, most nem mondom száz százalékig, hogy minden sztoriban nyilván igazam van, nyilván egy, egy NHL es edzőre nem feltétlenül volt jó ötlet rácsapni az ajtót, 22 évesen, de de hát ezek is a, ezek is a sztori része, és, és tényleg, ahogy beszélünk róla, szóval, és mindig úgy van bemutatva, hogy, hogy életrajzi könyv, szóval 34 éves vagyok még, hát nyilvánvalóan, hogy... Nem, nem ez negyed életrajzi vagy, a Igen, szóval ez, ez, ez gyakorlatilag a pályafutás, és, és az azt, azt átölelő kalandok, sztorik, sikerek, kudarcok, kiegészítő dolgok az életemben, hogy mondtad, a színészet, vagy éppen a zene, de olyan hátborzongató beszélni róla tényleg, hogy, 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 úgy mutatják be, hogy életrajzi könyv. 34 évesen szól ez, 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 hát ez, az ez, ez az Korán kell kezdeni, és sok mindent kell csinálni ahhoz, hogy megtegyen ebből azért egy, egy rendes, izgalmas kötet, nem? Így igaz, így igaz. Hát is a Levi erre abszolút olyan szempontból az ő pályája az abszolút alkalmas, hiszen tényleg rendkívül fiatalon már berobbant, de akár a színészi pályát nézzük, akár ugye a zene iránti érdeklődését, tehát olyan gazdag 34 éves és mégis olyan gazdag múlt van mögötte, hogy, hogy az mindenképpen megérte azt, hogy ez, ez megírodjék. Voltak olyan történetek, amelyek nagyon izgalmasak voltak, de végül is úgy döntöttetek, hogy embargós lesz, mert esetleg valaki túlságosan megsértődik rajta, vagy, vagy olyan intimitásokat tartalmaz, ami azért ne, ilyen nem volt? Nem. Nem. Csak meg gondolna az ember, amikor tíz órákat beszélget, aztán mondtam, hogy jó, ezért ez mégis lesz. Az nem, talán. semmi nem, nem. nem volt, sőt, inkább, inkább, annyira, annyira sok sztori volt, hogy, hogy, hogy úgy szelektáltunk, hogy vajon melyik az érdekesebb, Aha. mondjuk egy egy, 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 bizonyos életszakasz, vagy egy egy, egy, egy szezon valahol, ugye azt is kiveséztük mindegyiket, és tényleg azokat húztuk le, hogy, Ugye, mert, mert azért a terjedelmet figyelni kellett, hogy hogy a, a karakterszám meglegyen, de azokat a sztorikat húztuk le, ami idézőjelben mondjuk kevésbé volt talán annyira érdekes. Igen, de bocsánat, de csak azért, mert kínos lett volna, vagy valakit megbánt, azért semmiképpen nem maradt. Ki. Aha, tehát ilyen jellegű, igen, nem igen. volt, hogy, el, hogy elengeditek magatokat, és aztán utána visszavettetek belőle, ami amit megdumáltatok, az, az legfőbb csak terjedelmi okokból nem kerül be. Ugye során, ha jó számoltam, 17 csapatban vétél. Ha ebbe a könyvbe nem így van, mert, mert a javarészt itt megemlíted ezeket a történeteket, de ha mondjuk csak hármat írhattál volna vele, mert olyan terjedelmi korlátok vannak, akkor melyik három csapat ami mindenképpen szerettél volna beszélni? <laughs> ez, ez, kemény kérdés. Hát elsősorban mindenképpen ugye a Ferencváros. Ugye ahol kezdtem és ahol a legtöbb időt töltöttem el. Úgy gondolom, hogy ugye ez most kronológiai szempontból volt fontos, mert elsősorban nyilván a magyar válogatottat mondtam volna. Mert ugye nem mondtad, hogy klubcsapatról beszéljek, de magyar válogatott is ugye csapatnak számít. Hát nem tudom. Mondhat, mondhatnám talán a harmadiknak a Calgary Flames-et, de ott ugye, ugye előidén meccseket védtem, és ott csak a kerettagja voltam, és, és padon ültem, hú, hát megfogtál, inkább ennél a kettő magyarnál Jó. maradnék, és, a, és az összes... kettő, az, az, kettőre, az, igen. Még, az, az még nehezebb igen. volt. Eh, ahogyan ugye, olvastam, átolvastam ezt a könyvet, eh, igazából az, hogy szenzációs legyen, az nem volt itt a cél, ha én jól érzékelem, hanem összegészé, hogy valamifajta ilyen szakmai hitvallás legyen. A, talán én azt, azt érzem, a, ami, ami át, átfogja ezt az egészet. Igen, igen, tehát nem a botrány volt a cél természetesen, mert a levítre ez nem is jellemző, és az egész pályafutásában ez nem volt jellemző rá, hogy ő ilyen típusú, megnyilvánulására lennének. Ez egy olyan könyv lenne, ugye ezt a Levi is elmondta már nem egyszer, hogy amellett, hogy az ő pályát bemutatja, a fiataloknak egyfajta inspirációt jelenthet az, az hogy mit lehet elérni elindulva, Budapestről elindulva a kis stadiontól, hogy mit lehet elérni egy magyar sportolónak egy olyan sportágban, amelyet akkoriban, amikor még a Levi ezt elkezdte, még, még Magyarországon is tulajdonképpen gyerekcipőben jártam, hogy nemzetközi szinten. Hogyha veszük Korinti találkozás egy fiatal emberrel, mondjuk most eléd áll egy 15 éves, 16 éves kisrác, és tanácsot kér tőled, nagyon ügyes a színészetben, és nagyon ügyes a jégkorongban. Mit csináljon ma? Melyik irányba induljon el? Mit mondanál neki? Fején találtad a szöget, mert hála Istennek mindennapos dolgok ezek. Ugye a Vasasnál, ahol dolgozom, ott 250 gyerek és, és hát azért nagyon jó a kapcsolatom az összes korosztályjal, edzőkkel, játékosokkal, és azért elég sokszor jönnek hozzám hogy, hogy tanácsot kérjenek, és de, de igazából nagyon könnyű dolgom van, mert csak fölelevenítem magamban a, a, a múltat, és hát ugye annyi, annyi sztori van, és, és annyi, annyi dolgon keresztül mentem, hogy, hogy szinte bármilyen életszituációra elő tudok kapni a múltból egy sztorit, elmesélem, tehát nem, nem és ókat rajzolok, fel nem táblára, lehetünk, hanem ha nem a elmondom azt, hogy, hogy hogy milyen sztori van én, én és hogy, hogy én merre, merre mentem, és hogy mik lettek volna még a lehetőségek, Soha nem azt mondom, hogy, hogy én mit csináltam, elmondom, hogy mit csináltam, de nem feltétlenül uh -huh. azt kell, hanem még, hogy mik voltak, meg hogy kiktől lehet segítséget kérni, mibe lehet kapaszkodni. Szóval minden, minden, minden egyes életszituációra van szerencsére egy sztori, amit meg tudok a gyerekekkel osztani, hogy segítsek esetleg a döntésükben. Hát a végére értünk. Én jó olvasást kívánok mindenkinek, mert tényleg nagyon érdekes érdekes könyv. A következő Miklós mondjuk az majd lehetne, mert hogy erről beszélünk 34 év, bár Neymárnak is van már önéletrajza. Szóval, hogy, hogy mondjuk az ember, aki nagy csapatot csinált a vasasból, az lehet a következő, nem az lett a címe. Legyen így. Hát legyen így, de egy olvassuk ezt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. Köszönöm.